Sziasztok, én Grósz Béla vagyok. Én pedig Bognár Tamás. És ez a Kontra Podcast. Én 49 adás után először egy picit máshogy jelentkezek. látom, hogy te meg is zavarodtál egy körre. Ö, igen, mert máshogy szoktad kezdeni az adást. <laughs> és lefagytam. Gondoltam, írtatlan, crazy leszek, és így a ezüst lakodalmunkat így egy picit ezzel ünneplem. Besalvatlak ebbe. De hát gyerekek, megéltük ezt is. 50. adás. Nagyon durva, hogy elszaladt egy év igazából, tehát döbbenet. Hát október 18-án nyomtuk ki az első adásunkat. Hogy mondjam, azért visszahallgatva azt az adást, hányszor vettük fel, Tomi? Háromszor, négyszer? Hú, hát körülbelül, mert ugye fölvettük elsőre, akkor azt mondtuk, hogy tök jó, majd meghallgatták olyanok, akik értenek hozzá, meg utána visszahallgattuk, és akkor nem, nem, újra. És akkor megint újra. és akkor, mert igen, mert ugye először a hangminőség nem volt jó, meg nem volt annyira összeszedett. Hát ja, nekifutottunk néhányszor igen, aztán most egy utólag visszahallgatta főleg, talán az volt a Diffi, hogy kicsit olyan volt, mint a kerületi versmondó versenynek a negyedik helyezetje, a stílusa. Igen, ez a nagyon kimértem próbáltam fogalmazni, hogy mindenki jól megértse. Sziasztok, én Béla vagyok. De tényleg azért mert nagyon, nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és köszönjük, hogy hallgattok, ezt mindennek előtt el kell mondani, és nagyon örülünk, hogy egyre többen hallgatjátok. Tehát most már ilyen kis mérföldkőként elértük azt, hogy YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-on, Google-on, kutyafülén mindenhol, most már azért 10.000 fölött van a heti letöltésünk. És őszintén, hogyha én elkezdem szorozgatni az időt, amit a mi kettőnk gyönyörű kis bariton hangjával eltöltöttek a héten, akkor így ismerve a magyar kerékpáros és sportmédiumoknak a hátságát, a kontrával töltöttek a legtöbb időt. Úgyhogy nem tudom, hogy ez részvét, vagy köszönjük, de azért eléggé durva így belegondolni, hogy nem, egy év, nem egészen egy év alatt. Igen, nekem ami nagyon meglepő volt, ugye így a, a bike-meges, meg fórumozós, meg, meg moderátoros dolgok után azt hittem, hogy rengeteg negatív kommentünk lesz, meg savazás, meg egyebek, és, és meglepően kevés ilyen van, sőt, szinte azt mondhatnám, hogy nincs is ilyen, tehát általában építő kritikák érkeznek amit én is külön köszönök, mert én általában ezeket így könyörtelenül szoktam törölni, de ugye megbeszéltük, hogy itt nem törlünk ilyeneket. <laughs> Amúgy meg nyilván tök, tök jó, tehát hogy abba belegondolni, hogy úgy indultunk, hogy egy abszolút független podcast, és egy évet megéltünk, úgyhogy, hogy mondjam, azért voltak az elején, akiknek szúrtuk a szemét, de most is szúrjuk, de hát meg voltak a szkeptikusok, akik azt mondták, hogy jó, hát egy pár hónapig lehet azt csinálni, hogy minden héten megjelenik egy adás, de igazából már a havi egy is durva. Mondjuk amúgy tényleg ezért hetente csinálni adást, az néha durva tud lenni, tehát most is ilyen neocitrán pálinka kombóval próbálok életbe maradni, de... <laughs> Fú, emlékszed, arra arra szóltak is vissza nekem egyébként ismerőseim, hogy egyik adáson annyira elkezdtem beallergiasodni, hogy teljesen elment a hangom, ilyen iratlanul kész voltam. Igen de azért szerencsénkre mondható, hogy még azért nem jutottunk el soha odáig, hogy vállalhatatlan műsor készüljen ilyen, ilyen alkoholbevitel miatt. Igen, ezt akartam mondani, hogy vállalhatatlan az alkoholhatására vállalhatatlan nem pedig a választott téma miatt. Amúgy meg tényleg az, az most kicsit ilyen hangzik meg tudod, az utolsó szamuráj, hogy én megtisztelő volt, de nyilván az is egy, azt gondolom, hogy egy rang, hogy most mehetente hetente a totálkáron, és valahol egyébként most ezt lehet azt mondani, hogy túl mainstream, de hogy valahol cél is, hogy szélesebbre nyissuk ezt a kört, és több embernek kommunikáljunk. Úgy ki is fog derülni, hogy azért így is a hallgatóinknak a spektrum a legnagy, leginkább kezdőtől azért a legszakavatottabbig tart, és nincsen benne olyan, hogy most csak egy rétegnek kommunikálnak. És szerintem neki ez így van helyén. Ez volt a legnagyobb problémánk a többi kerékpáros médiummal, és azt gondolom, hogy ezt azért egészen helyre tudtuk rakni magunkba. Magunkkal. Igen, meg azért arra alapvetően szerintem vigyázunk, hogy ne legyen ilyen nagyon nörd az egész történet. Tehát a kedvenc, kedvenc fotós podcastemet hallgatva, pedig én magam is érdeklődöm a fényképezés iránt, megfotóztam is, de néha ilyen percekre elvesztem a fonalat, úgy, úgy kompletten. A, a, a D103.5 XDKI, tehát hogy hogy értem, hogy nagyon szakmainak is kell lenni, de, de szerintem amikor már egy ekkora hallgatótábor hallgat minket, akkor nem nem biztos, hogy lehet annyira annyira nördnek lenni, hogy hogy mondjuk ennek csak az 1%-ának szóljunk. Most lelövöd azért a point, hogy tervben van egy olyan részünk, amiben kizárólag testjel fogunk foglalkozni minden olyan technikával, ami agyunkra megy a kerékpáriparba, és amiért utálunk a bringákban. Hát igen, ugye vannak azért ilyen témák, meg nyilván próbálunk a technikával egy picit mélyebben is foglalkozni, de azért talán közérthetően. Mi volt neked a kedvenc élményed? Mi volt az ilyen best of, amire mondjuk itt szívesen emlékszel vissza az utóbbi közölegyéből? Hát egyébként a legnehezebb interjú közé ö, sorolnám, de de a bezsenyis interjúk nekem, nekem borzalmasan szórakoztatók voltak, pedig iszonyatosan fárasztó volt, mert, mert gyakorlatilag tehát az egy dolog, hogy a körmondataiban elvesztem így a gép előtt ülve is, de ugye rá kellett fókuszálni arra az egy tized másodpercre, amikor levegőt vesz, hogy be tudjak szúrni valami kérdést, de visszahallgatva meg az egyik legjobb anyagok közé tartozott ez a, ez a bringalopással kapcsolatos podcast, illetve mind a két podcast. Ja, hogy érdekes ezeket a részeket néha a kommentelők is picit így, hogy mondjam, a körmondatok és a modrosságban áll meg a kritika. Nekünk meg teljesen, teljesen extra. Emlékszem, hogy ilyen gyerekként élveztük azokat a részeket végig, és ilyen elég estében menő is volt ez az adás. Hát illetve pont ugye nem olyan régen csináltuk ugye a Kaposi Zolival és a Fityisszel a a kerékpárgyártásról szóló két részes anyagot, ami lehet, hogy volt, akinek unalmas volt, vagy egyebek, de, de nekem az úgy szakmailag nagyon tetszett. Tehát, hogy tényleg olyan emberekkel beszélni, akik mélyen benne vannak, akik hozzá tudnak tenni ehhez a dologhoz, az, az mindig, így, mindig egy jó dolog, és szerintem továbbra is kutatni kell az olyan embereket, akik, akik szakmailag így hozzá tudnak, tudni, hozzá tudnak tenni a műsorhoz. Nekem talán a Hanvas Bálint interjú volt, ami egyrészt egy nagyon-nagyon meglepő pillanat volt, másrészt meg íratlanul imponált is a Bálintnak a hozzáállása, és, és, és nagyon is élveztem a sztoriait, amiket mesélt, hogy honnan jött, ho, mennyi rakott bele, hová jutott, mennyi alázat van benne, mennyi kapcsolata van, hogyan beívódott a sportba. És nem utolsó sorban, amikor utána egy pár részlet később megírt is egy e-mailt, amiben kvázi hát, az Armstrongos részünkről beolvasott nekem, hogy miért nem érte egyet, és, és éreztet, érezted, hogy valaki komolyan foglalkozik a műsoroddal, aki egyébként egy fontos szereplője a, sportna, a sportéletnek. Egyébként az Armstrongos rész az nagyon megosztó volt, tehát arra sok, sok visszajelzést kaptunk. Hát, mint ahogy maga a csávó is, de hogyha valaki hallgatja a podcastjait, egy, egy zseni. Igen, egyébként a Bálint interjúban tényleg az volt a fura, hogy, hogy egy ilyen hivatalos profi fotós, azért mi a szakmánk meg az életünk során sokkal találkoztunk, de szerényen ritkán. Tehát, hogy tényleg aki ilyen magas szinten műveli a szakmáját, és ennyire alázattal tud beszélni a dolgokról, azért az ritka. És még tartozunk egy részen, amiben ő arról mesélne, hogy milyen, milyen társas játékok vannak a hátad mögött, és hogy milyeneket tervez. <laughs> Igen. Úgyhogy akkor Bálint a beígért crossos rész is lassan jöhet. És mi volt neked a legrosszabb élmény így a podcast készítés során? Hú, hát inkább a háttérmunka. Ezek az ilyen ha szétvágás, rosszul jön meg a hangfájl, eltűnt, meghalt, éppen verzióváltás volt a vágó vágószoftverben, és nem illenek össze a hangsávok, nem úgy jönnek ki. Csak monó. A, a, a csak mono az még annyira nem is, az annál volt szerintem szarabb, amikor kiadtunk egy részt, ami teljesen hallgatatlan volt, és kellett egy ilyen végkettő utána tölni egy nappal később. Hát, Meg hát a, a mesterbájkos vágást azt gondolom szeretted. Igen, szép és a mesterbájkból innen is üdvözöljük. <laughs> Nem is tudom, hogy mennyi vágás volt valami. Tehát ugye mi beszélünk nagyjából egy olyan 10-20 vágásnál megállunk ott, szerintem az ilyen 250-300 környékén voltunk. De inkább ez az ilyen utólagos munka, amitől le tudok izzadni, és itt éjfél környékén vágogatom az adásokat, ez az, amitől hogy mondja, meg, meg, ez az egyetlen negatívum a műsornak. Nálad? Hát nálam igazából, tehát így nem is az anyagokkal kapcsolatos, hanem az, hogy ugye nem titok, hogy mi nagyjából ezt minden héten, kedden, ugye ilyen este 9 fél tíz körül kezdjük el. Ugye most is fél tíz van lassan, és most kezdtük el az adást. És sokszor így a motivációt meg a pörgést fenntartani már így gyakorlatilag a lefekvés időbe. Én ugye minden nap ilyen 4 óra 30 környékén kelek és, és néha, nehéz, nehéz, motivációt találni abból, hogy, hogy tényleg olyan lendülettel csinálni a műsort, ahogy, ahogy, azt szeretném. Igen, talán ez az egyik ilyen nehézség, hogy minden héten tudjál hozzátenni, minőségi lenni, és hű lenni ahhoz az értékekhez, amit így az elején kitűztünk. És valahol szerintem itt is van az a pont, amikor már nem fogjuk ezt érezni magunkba, és Hát csak ez egy ilyen kicsit coming out is nálam, hogy bevallom, hogy nekem nagyon nehéz. Tehát, egy én picit azért küzdök ezzel. Nyilván, Junior nagyon sok örömet hoz az ember életébe, de hogy pont meg is nehezíti, hogy <laughs> lerakjuk a műsort, és akkor az első ébredése már kb. egybe is vág, úgyhogy e, igen, a sokalvás nincsen, és ez nehezíti az. Igen, ember egy podcastet életét. indítani, és egy új gyerek életét azért az nem a legjobb együttállás. <laughs> Egy, igen, egybevág, de hát így ez a, már kvázi másfél újszlat. Csak az egyik már egy éves, a másik nem. És arról nem beszél, hogy te sem egy ilyen kormányhivatalban dolgozol, hogy így 8 óra nulla kor beesel, majd 16 nulla-nullakor kor már fordítod a táblát az iroda ajtó, hogy zárva. Hát illetve pénteken röv rövid naptól, de egy kicsit. Igen, mert nyitvatartási idő 10-től délig old meg. Jó van, Tomi, de most már szerintem eleget több Úgyhogy kezdjük az adásunkat, amiben végig az elektromos bringa támogatási rendszerről lesz szó. <laughs> és itt most egy csomóan elkapcsoltak. <laughs> Igen, annyival akartam még zárni, hogy tényleg köszönjük, srácok. Örülünk neki, hogy tetszik. Ezt kellően tényleg helyén is tudjuk kezelni, hogy ez, hogy ez a bizalmat belénk helyeztétek, és igyekezzük ezt folyamatosan fenntartani. Amen. <laughs> És akkor az elektromos bringákba, Tomi, következő <laughs> 25 perc a tiéd. Szevasz. Én, nem addig egy, egy Igen, nem terveztük ezt a témát a mostani adásban, meg nem is akarok róla túl sokat beszélni, de ugye olyannyira aktualitása van, hogy ma reggel nagyjából 10 óra magasságában jelentették be az elektromos kerékpárok támogatási rendszerét ugye kormány oldalról, ami egyrészt egy nagyon jó hír, hiszen végre meg lesz könnyítve az elektromos kerékpárok vásárlása, de hát nyilván keretek közé szorították, mivel itt a itt az autóról kerékpára szoktatás lenne a projekt fő célja, bár én ezzel picit szkeptikus vagyok. Szerintem többen fognak elektromos bringára váltani tömegközlekedésről. De tehát nyilván október végén fog kijönni a pontos szövegezés, de amit már most tudunk, hogy kétfajta kategóriára osztják a kerékpárokat. Egyrészt nagy örömömre szolgál, hogy kiszórják az összes ilyen kínai fostaliga robogókinézetű gázkaros borzalmat, amitől ugye nagyon tartottam, hogy ha, ha, a műszaki szövegezés nem olyan lesz, mint amilyet, amilyet én is elképzeltem, akkor, akkor abba a hiba csúszhat, szerencsére ezek ki lesznek iktatva, viszont kétfajta kategória lesz. Lesz a pedál, tehát a pedálfordulat érzékelős, past szenzoros bringákra való támogatás, ami ugye csak azt érzékeli, hogy forog-e a pedálod, vagy nem, ugye nyomatékot nem érzékel. Itt 90 ezer forint lesz a támogatás felső határa, de a bringa árának maximum 50%-a lehet. És lesznek a nyomatékszenzoros bringák, én ezeket sorolnám a minőségi elektromos kerékpárok közé. A nyomatékszenzorosoknál pedig 150 ezer forint lesz a maximális igénybe vehető támogatás. Ezt ugye csak magánszemély fogja tudni igénybe venni. Itt a 150 ezernél egy kicsit lekonyult a számszéle, mert ugye az első egyeztetéseken, amiken én is ott voltam, még 250 ezer forintról volt szó. És azért, ha azt nézzük, hogy 1 millióról 900 ezerre lett lehúzva a felső értékhatára a vásárolható, kerékpároknak, akkor ahhoz képest a 250 ezer azért az egy egész szép arány lett volna, hiszen nagyjából 600 ezer forint alatt úgysem tudsz ilyen kerékpárt vásárolni, de úgy látszik, hogy a matematika máshogy döntött, úgyhogy 150 ezer lesz a maximum vehető összeg, de igazából Eleinte el voltam keseredve, aztán rájöttem, hogy igazából örüljünk neki, hogy egyáltalán van, hiszen lehetett volna úgy is, hogy nincs. Tehát ahhoz képest, Talált pénz a 150 ezer forint, és hogyha valaki pont most gondolkozik azon, hogy elektromos bringát vesz munkába járáshoz, akkor szabad lesz előtte az út. Nagyjából október végén jön ki majd a végleg egy szövegezés, és ugye hát Révész Máriusz elmondta, hogy szeretné, ha már a karácsonyfa alatt ott lennének az első ilyen elektromos kerékpárok. Én azért így gyártói oldalról is látva a kapacitásbeli problémákat, azért ez egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy itt karácsonyig sok-sok bringa lesz. De ugye te vagy a matekos kettőnk közül, te számolgattál is ilyen tekintetben. Hát igen, és akkor ugorjuk azért vissza a magyar valóságba. Amit én néztem, az az, hogy ugye volt most ez a nagy autós, elektromos autós támogatási keretrendszer, amiben Megemelték, hogy a régi 1,5 millió forintot és 2,5 millió forint támogatást is tudtál igényelni egy autóra, akkor, hogyha 11 millió forintot nem haladta meg az összeg. Ezt most kicsit abakuszozunk, hogy 22,7% volt az a támogatás, amit ki tudtál magadnak egy autóra okoskodni. Most ez a 150 ezer forint, hogyha 900 000 forintos Max áron vásárolhatsz magadnak egy bicót, ez 16,7 ez kapásból innen indul a sztori, hogy igazából kevésbé éri meg bringára fektetni ezt a állami támogatást, mint autóra. És amiért mondtam, hogy ungári sövírtsávt, azért az az, hogy Tomi, körülbelül hány, hány jelentheti szerinted a külföldről behozott bring, elektromos bringek, a magyar teljes elbring a Hát ilyen nyilván, mivel ugye arról sincs pontos számadatunk, hogy hivatalosan mennyi elektromos kerékpár fogy Magyarországon, mert nincs egy ilyen szigorú számadási rendszer, mint például Németországban a Konebi rendszer, de nem lepődnék meg, ha ma már mondjuk az itthon adott bringák duplája a kvázi fekete piacról kerülne be, tehát a használt kerékpárok közül, aminek ugye semmilyen nyoma nincsen itthon. És tudod, milyen jó a Európába bejövő bringákba? Az, hogy gyakorlatilag boldog boldog-boldogtalanak van egy EU-s adószáma, amiért, uh, hogy tívják, nem lesz rajta Mervert Steyer. Hát igen, bár ugye Németországban is levitték most 16%-ra a bringák áfáját, tehát kicsit kevesebbet lehet most nyerni vele, de ha megnézzük, hogy hogy mondjuk egy áfa elengedéssel mennyit lehet nyerni Ausztriából, vagy mennyi, hogyha a támogatást megigényeljük itthon, hát nehéz. Igen, tehát kapsz ott még egy kicsi angebótot. Na az, azt most nem kapsz. Minden el van fogyva, tehát, tehát gyakorlatilag nincs akciós kerékpár, meg nem engednek semmit, mert minden biciklit elvisznek. <laughs> hát jó, oké, de, de, ugye ez a, ez a keret is most mennyi? Egy, egy milliárd forint. Egy milliárd forint, tehát 6600 bringa. Elvileg. Elvileg, ami, ma, ami, ma, ami hogyha max támogatásra számolójuk ki jöhet belőle. Azért ez sem most egy, egy fél szezon alatt fog kipörögni. Arról nem beszél, hogy ez azt jelenti, hogy több mint meg kéne duplázni az év, egy évben Magyarországon eladott új elektromos kerékpárok számát, amiben azért még támogatással együtt is szkeptikus vagyok, mert mert hát tehát akárhogy is nézzük, azért ilyen 4 öt kilókat le kell tenni az asztalra, hogy egy nyomatékszenzoros bringáról beszélünk. Igen, tehát én csak arra célzok, hogy ez nem fog elpörögni egy éven belül. Ez a teljes keret, ez hódzi hér. Erre most azért egy, egy, egy maxi-snickest is felraknék, ennyire biztos vagyok magamban. Akkor meg tényleg bárhol külföldön kapni fogsz már, azért amikor elindul a termelés, mert feltöltődnek a raktárok egy kis kedvezményt, elokoskodod az áfát, és már is jobban fogsz járni, plusz nem kell kell lepapírozni egy állami támogatást. Igen, tehát én, én, én ugye beszéltünk erről egy kicsit adás előtt, én azt mondtam, hogy szerintem ilyen két-három ezernél több ringa nem hiszem, hogy el fog fogyni, bár nyilván legyünk optimisták, fogjon el az egész összeg, hiszen az mennyire égő lenne már, hogy végre csinálnak nekünk kerékpárosoknak egy tök jó támogatási rendszert, majd nem fogy el a keret, miközben az elektromos autóra ugye mennyi egy nap alatt fogyott el az egész. Tehát... Hát a másik rész az, hogy ugye oké, okay csak a drága bicóra váltjuk be, 6600 biciklis keret lesz. És ugye az volt a cél, hogy minél több ember üljön bringára, és főleg ugye a fővárosi közlekedésnek a struktúrája megváltozzon, az autós közlekedésre átüljenek az emberek. Egy probléma van csak itt a matekkal, hogyha beszorozgatom a elektromos autó támogatásra lokált összeget, azzal, amit lehetett ott kicsokizni, támogatásba, az 2800 autó volt legrosszabb esetben, ha maxal. Itt 6600 bringa. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 4000 plusz bringa jelenik meg körülbelül ahhoz képest amennyi autó. Ez nem fog egy olyan, óriási struktúrális változást hozni a városi közlekedésben, mint ahogy ezt egyébként megpróbáljuk most kitalálni. Igen, viszont a sajtótájékoztató az is elhangzott, hogy elvileg ez egy visszatérő támogatás lesz. Tehát, hogyha tényleg minden évben lehetne mondjuk 6000 bringát venni állami támogatással elektromos bringából, azért szerintem hosszú távon az, az tudna változást okozni. De tény, hogy ugye már többen kommentelték, amikor felraktam a hírt az e csoportba is, hogy, Miért nem lehet normál bringára is, meg egyebek? tehát Egyrészt azért, mert ezt az összeget nem lehetett elkölteni csak elektromobilitásra, meg ilyen, tehát, tehát azért az elég kötött volt, hogy mire lehet elkölteni, de tény és abban igaza van a kommentelőknek, hogy baromira jó lenne egy normál kerékpár vásárlását ösztönző rendszernek is, hiszen tehát ha ott azt mondjuk, hogy 150 ezer a kimaxolt összeg és akár 50 százalék lehet, tehát mondjuk 300 ezer forintért nagyon-nagyon jó trekking bringákat lehet újonnan boltban kapni, tehát hogy hogy ott azért teljesen más lenne a leányzó fekvése. Legyünk annyira realisták, hogy 6600 bicó évente, az azt jelenti, hogy napi 20 bringát adnának el, ami mondjuk, tehát hogy van szerinted arra lehetőség, hogy napi 20, mondjuk fél millió fölötti bringát adnak Magyarországon? Hát még akár lenne is, de nem látom ezt a 6600 elektromos bringát, hogy honnan lesz meg, tehát Nyilván beszélgettem több kereskedővel ki, hogy készül erre a, erre a támogatási rendszerre, van-e készlete, egyebek. Tehát most, aki, aki bespajzolt bicikliből, ott is százas nagyságrendről beszélünk, és az már egy olyan összeg volt, hogy gyakorlatilag majdnem dobtak egy dupla vagy semmit ugye az éves forgalomra. Tehát nem látom, hogy honnan tudna megjelenni ez a 6000 e -bike. Nyilván itt azért nagy nyertese lesz ennek a, ennek a támogatási rendszernek, például a Decathlon vagy a Noiser, aki ugye, tud kedvező áron normális elektromos bringát, akár pas akár nyomaték szenzorral kínálni. Tehát nem hiszek abban egyébként, hogy mindenki a 900 ezeres bicikliket fogja megrohamozni, de akkor is jóval előrébb vagyunk. Azért lássuk majd meg nekem amúgy. És akkor most kicsit a szőrszál hasogató én nem jön elő. Biztos senki nem érezte még, hogy ilyen vagyok. Nem, nem. Nem, abszolút nem. És nézem a sajtótájt. És nézem, hogy igazából senki nincsen sisak. Úgy népszerűsítjük egyébként a városi közlekedést, hogy senki nincsen sisak. Lehet, hogy mindenkivel mindenki beszélt a kükű előtte. É, igen, tehát még ezt akartam mondani, hogy a kerékpáros klubbér igazából azt hogy megértem, értük nem is annyira kár, hogyha nem hordanak sisakot, de azért... Aj, gyerekek. Az optika, tehát az optika annyira szal. Nekem tudod, mi volt a legviccesebb az egészben, tehát tudod, hogy én mennyire... Nem vagyok szkeptikus ugye ezzel a Covid-dal kapcsolatban, mert amit be kell, az betartom, stb. De pont ebbe a másodpercbe érkezett meg a cégcsoporttól a, az e-mail, hogy gyáron belül is lehetőleg használni kell a maszkot, meg kerülni az érintkezést, meg egyebek. Ehhez képest mit láttál a sajtótájékoztatón? Tévések, politikusok, média személyiségek, mindenféle maszk nélkül. A, a kükű volt a legközelebb a törvény szabályozáshoz, az állára lakott maszkal, Tehát, hogy tehát ilyenkor azért mindig azt mondom, hogy basszátok meg, tehát nekem kötelező ide, mikor a kisboltba leugrok egy kóláért, kötelező maszkot fölve, nem ti meg megtartotok egy sajtótájékoztatót, ott vagytok 30-40-en, és nem sikerül megoldani. Na, ez most csak így az én szokásos puffogásom. Igen, lépjünk is inkább tovább akkor a következő témánkra. Ami egyébként most vírus jobbra-balra, engem nagyon meglepett a túr. És most azért nem mennénk túlzottan hűkönk magunkhoz, hogyha három hétig lezajlott volna a Tour de France szeptemberben. Szinten jó, hogy hó nem esett. <laughs> életünkbe, életünkbe először, és utoljára történik ez meg. És ne, a kísérőket leszámítva nem volt egyébként pozitív eset. És azért meg voltak a szkeptikusok, akik mondjuk, hogy jó, jól, jó, majd úgyis majd meg fogják állítani, majd úgyis ezt is elsodolják. Nem, le tudták kavarni, megvoltak a tesztelések, jó, picit fura volt, amikor párosok begurultak, és a Sanzelizén csak 5000 ember áldogált. Ez nem a legimpozánsabb volt, de passzoros. Meg a... hogy még a versenyigazgatót is ugye hazakülték, mert pozitív lett a tesztje. <laughs> Igen. De, de meg tudták tartani. Három hetet lezavartak ott a srácok kvázi a saját kis buborékokban. És őszintén megmondom, én nem emlékszek ennyire izgalmas túra. Tehát az egyik legjobb túra volt, amit valaha láttam hanem a legjobb. Hát főleg, hogy a végénben milyen fordulat volt. Tehát pont, pont ma raktam ki egy mémet, amit az egyik bringás oldalon láttam, hogy eladó egy sárgára festett Bianchi Oltre XR4 Tour de France Edition sosem használt. Tudod, ez a NBA-ben, meg NFL-ben előre legyártják a bajnoki mezeket így a, a Super bowl a döntő előtt, és nagyon sok eh, Afrikában nagyon sok olyan gyerek jár járkál, aki azt hiszi, hogy még a Golden State megnyerte, megverte negyedjére is a Clevelandet. Miért is az a csávó milyen volt tavaly, vagy tavaly előtti Bowl-on, aki előre fölvarratta magára a tetoválásban, hogy melyik csapat nyeri meg a szuperbolt, és nem az nyert? Az minden évben van ilyen. Csak a megfelelő médiumokat kell követni a CNN mellett, és akkor látod is, hogy minden évben van ilyen. Ja, hogy akkor ez nem, nem extrém példa volt. Nem, de egy teljesen új generáció jött el. Tehát annyira szuper tehetségek, és hogy így látjuk amúgy a, nálunk is, hogy egy Walter Attila, egy Dina Marci, egy Vaskata, hogy nagyon-nagyon fiatalon nagyon jók a gyerekek, és hogy itt is 21 éves győztes. ott volt a, a szlovén Tadej Pogácsár. Ott volt a Mark Hirsi, aki nyert egy szakaszt, kettőt majdnem megnyert, és ő is Ander világbajnok volt a Lenárt Kemna, aki két évvel ezelőtt még Ander világbajnokságon második volt, ő nyert szakaszt, hegyi trikó volt azon a srácon, aki egyébként Bergenben nyerte a világbajnokságot Kemna előtt, iszonyat fiatalodáson ment, el a, ment át a sport, és ez volt a legdurább látni, hogy ez most már nem a 30 éve fölöttiek sportja, hanem iszonyat fiatalon elő tudsz lenni a top-top-topban. Igen, meg tényleg az, hogy nem nagyon láttunk még olyat, hogy ilyen helyzetből valaki behúzta a túrt az utolsó előtti napon. Hát láttunk, azt úgy hívják, hogy Greg Lemond. És Jó, azért az, utolsó... az nem ma volt. Egyébként <laughs> tök fura, mert ma hallgattam az Elsbringa podcastet, ahol pont erről beszéltek, hogy mikor volt utoljára ilyen, és pont ezt hozták fel, amit te is mondasz, de ott állítólag folyamatosan cserélődött a sárga mez a két ember között a verseny folyamán. Még, még itt ugye a mostani túron nem így volt. Nem, hát ugye az mikor is volt, mindjárt megmondom neked, 80... 89-ben nyerte meg Lemond az utolsó időfutamon. És az volt még ilyen nagy dráma. Itt most nem 8 másodperc volt, hanem több, mint egy percet adott. De nagyon-nagyon de durva volt látni, ahogy amúgy ez a nagy hegemónia, és tudod, mindenki köpködött a Sky-ra, meg Ineosra évekig, akkor most idén jött a Jumbo, aki ugyanilyen durván elnyomta a mezőnyt, és előreállt, és végig szétre, Nem rángatott, mert egy ilyen borzalmasan konzisztensen esélye nem volt senkinek és se és volt egy 21 éves taknyos gyerek, aki amúgy így full farccal szétrángatta őket mindig. Mondjuk úgy, hogy nem csapat volna... hát igen. Tehát gyakorlatilag csapat nélkül, mert ha megnézed, hogy hányan álltak ki, plusz Krisztóf azért nem tudott neki segíteni. Nem rossz csapat, de azért nem is tudtak nem is tudott neki senki segíteni. És ott a zavarosban úgy halászott, meg nem is vették szerintem egy pontig komolyan. Tehát hogy ugye veszített időt egy oldalszeles szakaszon, ami nem az ő hibája volt, hanem egy technikai után már nem ért fel eléggé. Igen, defektje volt. Nem is vették komolyan. Nagyon-nagyon jó volt amúgy ez a, ez a túr, és, és, tényleg egy új generációnak az eljöttét ehm, hozta el nekünk. Amúgy én mindig túr előtt meg szoktam tenni így a fogadásaimat, és valahogy ez a fura év, már már olyan, mondjam, én is így engem is megzavart, és kezdtem abba hinni, hogy tudod mi, mikor volt utoljára francia győztese a túrnak? Fogalmam nincs. 85. Azóta nem volt. 85-ben volt utolsó a Bernáinó, Azóta nem nyert francia. És így gondolod, hogy az meg annyira fura év, annyira elcseszett minden. Idén összejön. Idén be fogja húzni a Pino. <gül> <gül> és nézegettem, és ha még nem ismernétek a Tibó Pino, a Francis de a menője, mindegyik évben ott volt, irodatlanul jól ment, és valahogy minden, mindig elcsúszott valamint, és nem tudott nyerni, és idén über favorit volt, nagyon sok fogadóiroda szerint is, meg szakértő szerint is. Amúgy, ami nálam a döntő szempont volt, az az, hogy megnéztem az Instagramon Pinó kecskéi oldalt, és nagyon-nagyon boldog volt a kecskéivel. Mehet visszahozzájuk. Ez berak... most elsőre furán hangzik, berakjuk majd a feedünkbe, és látni fogják, hogy miről beszélünk. Most Tominak is megmutatom, hogy lássa. Ne. és milyen boldog a kis kecskéivel, néznek? meg. Jézus Isten, ez tényleg, mint a mint gyakorlatilag, mint ahogy más a kutyát tartja. <laughs> és azt gondolom, annyira kiegyensúlyozott, annyira fura a év, hogy ő nyeri a sárgát. Hát nem. Azt úgy nem nyerte, hogy ki. A VU nem állt ki, végig küzdötte, becsülettel, de nem nyerte. Azt se jött be, hogy a landa lefeküdt, pedig őt megtettem lefekvésre, és akkor így jött be a kettő tuti, amit mondtam, hogy Bernábet lézni fog. Az bejött. És itt az bejött, túl, túl, korán túl jó. Meglátjuk, hogy a következő évek mit fognak hozni. Azért nagyon fiatalon ennyire top-top-topnak lenni, az még egy másik kérdés. Plusz egyébként a tavalyi túr nagyon extrém volt abban a szempontból, hogy ugye ők kolumbiai, és hát inkább 3000 méter környékén lakott, mint sem 2000, és nagyon sokszor ment 2000 méter fölé a túr, úgyhogy azért ott nekik komoly előnyük volt, idén nem. De hát elég egyértelműen. A másik pedig, most nem akarom fényezni magamat, de én Pogácsárt alapból dobogóra vártam. És azt a Pogácsárt, aki két évvel vagy három évvel ezelőtt Tour de Hongrin harmadik lett, Peák Barna mögött és most már eh, Tour de France nyer. Valamiért volt benne ez a taknyos szemtelenség, meg sztráván el is kezdték leveszegetni a watt értékeit, és az már azért eléggé árulkodó, <laughs> amikor így sok-sok évig publikusok az adataid, aztán hirtelen eltűnnek. Hups, be is jött. Mindenki <laughs> nagyon vert. Nem akarják, hogy más is lássa nem akarták, hogy más társa, és teljesen joggal. Tehát, hogy nagyon jól csinálták azt a nagy, azt az időfutamot, amit meg is nyert, az utolsót, azt, ha jól tudom, négyszer nézték meg. Négyszer uh, szimulálták a versenyt a csapatmenedzserével, annyira toppon voltak. Hol kell a cserélni? miként kell, mi, mennyit hoz, miként. Ha vatmérő nélkül ment a gyerek mindig azt mondjuk erről az új generációról, hogy már mindenki csak a vatmérőjével tud menni. Se vatmérő, se, se, pulzusmérő, semmi nem volt a gyereken azon az időfutamon. Mindent full érzésből szőrén ülte meg a lovat. Jó, de hát csak egyszerűen gyorsan kellett mennie. Azaz, csak gyorsabban kell menned, mint a másik. Ennyi. Tudod, rúg meg a pedált. Így van. Úgyhogy de egy jó túr volt szerintem. Tehát, hogy egy szakaszt láttam bele teljesen, a többi csak összefoglalóba mert az utánpótlás nevelés az, az másik területen elsőbséget élvezett. Meg azért valljuk be, hogy a csapatoknak baromira kellett ez a túr, tehát ha ez a túr elmaradt volna, tehát itt olyan lóvék estek volna ki, hogy... És szerintem ezért is volt mindenki rohadt fegyelmezett. Tehát hallottam, hogy például Párizsban nem voltak after bulik a verseny után, ami az eléggé durva, így belegondolni. Főleg, hogy a, ugye pogácsára. a új UAE csapatában van az Egyesült Arab Emirátus által a szponzorált csapatban, és gondoltad volna, hogy egy pár sejk berepül a jetjén, de teljesen elmaradt. És a, az, amit én hallottam, az az történt, hogy a hoteljeikben kaját rendeltek a csapatok maguknak, és ott a csapatok magukba ünnepelgettek. Viszont mennyire komoly volt, hogy a Burcs Kalifára kivetítették a, a pogácsárt. Amúgy két dolog, ha most már fogadni akarunk, az egyik fogadásom, amit betoptam, hogy vajon a következő két Grand Touron, a Giro meg a Vuelta-n fog-e egyáltalán nyerni a Jumbo meg az Ineos? Valamelyiket megnyeri vagy nem? Mert annyira abszurd az egész, meg annyira elhollandozták a Jumbosok ezt, hogy <laughs> kérdéses, hogy még ezt annyira össze akarták rakni ezt a túrt, hogy pont, nem, pont arcra esett mindenki. Egyébként az is nagyon durva, hogy tehát belegondolsz, még most jön egy Vuelta is, és igazából, tehát már vége van az évnek bringás szemmel nézve. Hát nem, várjál, most hétvégén világbajnokság, Igen. azután Giro. És utána Basz, egy Az tényleg. El. Hát meg nagyon sok van, meg a, a zsiró, ami, rú... ami, mindig a túr előtt szokott lenni. Így van, Rubé is lesz, minden lesz még. Nagyon jó lesz. Mondjuk azért nem is tudom, mikor lesz a Rubé, de hát azért most már eljön az az idő így Európába is, amikor, amikor így lassan nem kerékpáros idő van. Ó, oh, haver, ne is mond, ne is mond. 14-5 éve volt utoljára első stúpé. Nagyon-nagyon várom, hogy most összejöjjön. A versenyzők talán kevésbé. Úgyhogy most igen, tehát többen azért eldobhatják a Netflix előfizetésüket, és elég rendesen lehet bringa versenyt nézni. Ú, tényleg, pont ezt akartam, hogy annyira megnéznék egy Netflix sorozatot a, a, nagy bringás csapatok életéről, úgy, ahogy a Forma egy volt. Szerintem valami hát, érdekes lenne. Lenne. Jó, hát ja, nem egy... most a covidos időszakban, hanem egyébként. Hello, figyelj, ma 7 órát görgözök. Fú, nagyon elfáradtam lefekszek aludni, és akkor ezt így végignézem. Hát igen, és egy picit talán negatívabb fejleménye a hétnek, az a rózéval köthető össze. Méghozzá az, hogy az egy dolog, hogy picit, picit, finom idézőjelek, gyerekek, németesítette a működést, és mindenki tudja, hogy ez mit jelent. De most már nem belpiacos márka lesz belőle. Gyakorlatilag Dach régióra korlátozva, tehát ez a Deutschland, a Ausztria, a Svájc. <laughs> De most képzeljétek el, hogy a héten derült ki, mert nem szállítanak ki bringát az Egyesült Királyságba se. Ami egy közepesen jelentéktelen bringás piac, és érezzétek a teljes cinizmusomat ebbe. Az indok ennek az, hogy átszervezték a gyártást, és mivel, hogy Angliában fordítva kell bekötni a fékeket, ugye a hátsó fék a bal kezednél van, és az első fék a jobb kezednél, ezért nekik a gyártásba ez nem illik bele, több, több lett költséget okozna, és ezért nem tudják kiszolgálni az angol ügyfeleket. Egyébként az angolokat én is nagyon bírom, ugye mi is gyártunk kerékpárt angol piacra, de ugye az annyiból áll, hogy ugyanúgy szereljük a bringákat, mert ugye nem tudjuk, hogy melyik kerékpár megy konkrétan ugye az angol piacra, tehát úgy szereljük őket, mint a normál, tehát baloldali az első fék, jobb oldali a hátsó fék, és nekem volt egy projektem az idei évben, hogy a fékcső hosszokat optimalizáljam, egyrészt ne legyen olyan sokfajta, másrészt ne legyenek ilyen feleslegesen nagy ronda kurflik cool ugye a túl hosszú bovdelházak miatt, hanem tehát nézem már ki valahogy a bringal, tehát annyi, annyi fékcső legyen a biciklim, meg váltó bovdelház, amennyi szükséges. Úgyhogy most az lett, hogy az angolok ugye átrakják nemes egyszerűséggel a fékcsövet ugye a jobb oldalról a bal oldalra, igen, ám csak ahhoz egy plusz 30 centi kellene a fékcsőből, úgyhogy ilyen, Ilyen érintőről lett húzva a fékcsú, úgyhogy panaszkodnak most, hogy gyakorlatilag nem ér el a fékcső a jobb oldali fékkarig. De a bal oldalon jól néz ki. Tudod, Anglia, R rossz idő, még rosszabb kaja és kibaszott Mary Poppins. Így van. De fejezzük is be, inkább térjünk rá arra, ami rólatak szól, srácok, mert megkérdeztünk titeket is, hogy nem is tudom, a részben volt utoljára olvasói kérdések, egy párat azért összeszedegettünk és arra így a teljes igénye nélkül válaszolgatnánk. Hol bővebben, hol rövidebben, úgyhogy azért ne túlzottan túl hosszúra ez a részünk se. Úgyhogy Tomi, tiéd az elsőbség, és csapjál akkor bele. Hát ez Zoltán vázanyagokkal kapcsolatban kérdezett, hogy acél, titán, alu vagy karbon, pro és kontra. Hát ez azért nálunk sokkal nagyobb tudással rendelkező mérnököknek, meg újságíróknak is feladja a, feladatot, hogy, hogy, erre tudjanak válaszolni. De ennek ellenére nem fogjuk megállni azt, hogy mi mégis jobban fogjuk tudni, és mégis elmondjuk, hogy mi az igazság. Ennyi, igen, igen. Hát aki már régóta hallgat minket, az ezt tudhatja. <laughs> tehát igazából szerintem én pont az vagyok, aki, aki szeret mindenféle vázanyagot, tehát nekem karbonbringám van országútiból, de igazából mindig is vágytam egy titára, mert, mert annyira, annyira smooth érzés, meg igazából az acélt is ide lehet sorolni, tehát nem annyira, nem annyira üvegmerevek, mint egy karbon. Persze nyilván a karbonból is baromi jókat csinálnak, de, de aki ugye nem teljesítményorientált, hanem, hanem kvázi inkább túrázik például országútival, annak, annak jobban, 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 esik egy titán vagy egy acél országúti nyergében ülni. Viszont egyértelmű, hogy tehát ha, ha meg a, a sportolói és a profi felhasználás nézzük, akkor így, így, nem tudsz a karbon mellé semmit felsorakoztatni. Tehát egyszerűen az aluvázak ilyen tekintetben azért azt nem mondanám, hogy idejét múlta, mert például pont az előbb emlegetett Rózénak a, Pro SL bringája, azt szerintem egy baromira jó gép, nagyjából nem is tudom, ilyen 1200 euróért. Tehát, hogy igazából lehet nagyon jó bringát csinálni aluból is, de, de sosem fogja a felső kategóriát uralni. Oké okay, Specialized-nak is van, meg a meg a Carondale nek is van nagyon komoly alufelső kategóriás gépe, de nem ez a jellemző a gyártókra. Általában az aluvázak azok az olcsó kategóriát jelentik. Igen, nekem én egy dolgot egészíteném ki ezt a gondolatodat. Nekem ugye volt a lubringám, és valahogy nekem nekem nem jött be. Tehát akármennyire szeretném, hogy jó legyen ez a fém, meg macsó, meg minden, de valahogy nem volt az a feelingem, mint a Carbon. Hát, viszont a Carbonnak megvan egy tagadhatatlan hátulütője, amiről nagyon nem gondolkozik az ember, meg ugye maga a közeg is valahogy halálra hallgatja, az az, hogy a karvon egy használati eszköz, az kopik. És egy idő után el, el, elfogy. Tehát, hogy pont akkor, amikor belül vannak vezetve a bovdenek, és ugye szépen így forgatod a kormányt, csiszolja a bovden külső, a belső linereket, az előbb-utóbb elfog kopni. És hogyha szar helyen kopik el, mondjuk egy fejcsőnél, akkor abban nagyon-nagyon komoly gondok is lehetnek. És most egy ilyen belül, egy ilyen full integrált országútiba belegondolva, hogy ott a kormánycsőnél ott, hát egy három-négy év múlva mit csinál? Tomi, mit csinál szerinted egy bovden ezzel a karbonnal? Mondjuk a bovden az tényleg az, ami, ami gyakorlatilag egy aluvázat is el tud reszelni, mint egy reszelő. Tehát, hogy meg, meg ha megnézed, a közép részek, ugye általában a van a karbonvázakban, egy idő után elkezdenek recsegni, tehát tehát én nagyon sok olyan használt országútit láttam már, amiből ilyen rejtélyes helyek jön, jönnek recsegések, ami például engem így kettő másodperc alatt tud idegbajba kergetni. Tehát lehet, hogy van, aki meg tudja szokni, de meg, meg a másik dolog, hogy azért az UV sincs jó hatással az országútira. Tehát például használt bringa vásárlás, ezt el is felejtettem mondani a múltkor, hogy érdemes azt megfigyelni, hogy ma divatosak a fluószínek, hogyha például ki van fakulva a fluószín egy vázon, akkor simán lehet, hogy az erkélyen volt tárolva letakarás nélkül hát ennek a műgyantának, meg így a karbonvázaknak sok haverja van, de az UV fény az, tehát az UV az nem az. Igen, ahogy a Pressfit-et szóba hoztad, ezt is megkérdezte Zoltán, hogy mi a véleményünk -e a Pressfit csapágyról, ezt csak azért nem akarom lelőni, mert ez a műsor elején beharangozott különadásban is fogunk erről részletesen ventilálni, és nem akarom most elcseszni az esténket arról, hogy itt teljesen agygörcsöt kapjunk róla. Igen, nem, mo ne mondjuk meg rögtön azt, hogy egy elbaszott konstrukció. Ó, így, így. <laughs> ja, a ja, kérdésben benne volt az is, hogy mi, mit preferálnánk, hogyha a rezgés csillapításról lenne szó, és hogy minden melyik az, az alkatrész, ami legjobban csillapítja a rezgést. Gumi. Tehát tényleg, tehát akárha egy 25-ös helyett egy 28-as felraksz, vagy, vagy egyszerűen csak mondjuk válogatsz adott gyártó gumiaink között. Tehát, hogy Tényleg egy felső kategóriás gumi nem ugyanazt nyújtja, mint egy alsó kategóriás gumi. Tehát érdemes neked hát a ballonosság, ugye az mindenképpen rengeteget számít, meg a hozzá tartozó nyomás különbség, mert nyilván egy, egy 23-as gumit az más nyomás értékre kell fújni, mint egy 25-ös vagy 28 ast De nekem például, ami nagyon döbbenetes volt, az így a nyerekcsőben érzett különbség ugye pont mentem egymás után két Merida Silex-el, amiben az egyikben egy sima alu egyenes nyerekcső volt, a másikban pedig ez a Merida s gyakorlatilag ilyen flexibilis karbon nyerekcső, és mintha egy másik biciklivel mentem volna. Tehát annyit, annyit adott csak a nyerekcsőnek a rezgés csillapítása hozzá, hogy hihetetlen. És akkor nyilván itt van a kormány is, Ugye, hogyha egybe karbonkormány, stuszni karbonkormányról beszélünk, ugye az már önmagában, de például a rátekert bandázs, nekem annó volt az országúti, ez a Specialized Bar Fat nevű ilyen bandás alá tehető zselé, tehát iszonyatosan kényelmes lett tőle a bringa, Annyit, annyi terhelést, meg rezgést levett a kézről. Oké, mondjuk nem mindenki szereti, nem tudom te, hogy vagy vele például, valaki nem szereti a vastagra tekert bandást, én nekem mondjuk ezzel nem volt bajom, így isként. De, de, ott is rengeteget lehet, rengeteget lehet nyerni a kényelemen. Inkább nem is a vastagsága, hanem maga, hogy az anyag mennyire deformálódik a kezeden. Tehát van a Lizardskének ez a DSP vagy DPS, hogy ilyen nevezetű bandázsa, én azt nagyon-nagyon szeretem. De hogy a gumikat szóba hoztad, és ez egy tök érdekes dolog, hogy egyrészt ezt nagyon-nagyon adom, hogy, hogy a gumi az az upgrade, amit legelsőnek kell. Tehát hogy lehet, hogy egy szebb váz, vagy egy karbonkerék jobban csillog, de a legjobb menő tulajdonság upgrade a gumitól fogod kapni. Egy, egy gyap oldal falu, oldalfalú guminál jobb nincsen, aminél tud, tudsz gurulni. Tehát, hogy ezt felejtsd el. Egy olyat vegyen magadnak, jó drága gumit, írhatom, sokat fog jelenteni. És a másik kér, dolog, ami most így, ahogy mondtad, a komfort jutott eszembe, hogy emlékszem még arra 3-4-5 évvel ezelőtt, amikor kegyetlenül megugrott az ilyen endurance bringáknak a részránya az iparba. Igen, mindenki nyomta ki ezeket a nagyon lágy, ö, nagy bringákat. Valahogy az most visszament. És én kezdek arra gondolni amúgy, hogy ahogy egyébként egy aero meg versenybringába is bele tudsz rakni egy jó széles gumit, igazából teljesen okafogyottá vált, hogy egy ilyen hintalovat rakjál a segged alá, hiszen a gumi úgyis lecsillapít mindent. Hát igen, arról nem beszél, hogy a múltkor néztem, van a Swisside nevű svájci cég, aki kifejezetten karbon aerókerekek gyártásával foglalkozik, és nagyon komoly mérnöki gárda van mögöttük, akik igazából azt is bebizonyították, hogy a, a 26-os, 28-as gumikkal a légellenállása is jobb lesz a bringának, tehát nem csak, hogy plusz komfortot nyersz a, a balonosabb gumival, hanem kevesebb a, ez, a, ez a turbulencia, meg ez a most nem tudom pontosan a megnevezés, de ez a, ez a felületről való levállás a, a légörvényeknek. Úgyhogy, úgyhogy, igazából a vastag gumival szinte csak nyerni lehet. Igen, nekem ez volt a nagy feltűnés. És én, jó, nagyon jó. én személy szerint sokkal jobban szeretem például a jó merev országutikat, mint sem az ilyen hintalovakat. De, de észreveszem magamon, és hogy kezdek szépen lassan átszokni azért a szélesebb gumikra, pont a magyar utak miatt és inkább egyébként egy széles gumit és jó merev vázat választanék, mint egy hintolovat keskeny gumival súly miatt. Igen, meg, meg vannak olyan modellek, például a Specialized-nak határozottan ilyenek voltak, ugye a cercel látott, tehát amiben volt ilyen rezgés csilapító elasztomer, azok a vázai villái, amivel, hogyha így először fölültem egy merevebb ringáról, akkor olyan érzés volt, mintha túl puha lenne a guminyomás, vagy defektem lenne, vagy egyebek, én például nem szerettem, tehát volt, volt Rubém még ilyen 2008-10 környékén, el is adtam egész hamar, nem, nem tetszett egyszerűen, hogy olyan túl puha volt a, a váz, tehát hogy karbonnál, karbonnál más vártam el tőle, most a mostani giant be például semmilyen ilyen rezgés csillapító csoda nincsen, maguk a szállanyagok vannak úgy megcsinálva, és teljesen elégedett vagyok vele pedig, tehát ha valaki nem versenyző alkat, meg, meg típus az én, tehát hogy... A következő kérdés pedig Jocó tette fel fékekkel kapcsolatosan. Tárcsafék versus kantifék. Mi a különbség? Hát a kantifék ugye az egy nagyon régi old school dolog a Montiknál, de gondolom, hogy az országútira kérdezett. <laughs> Így van. Hát a mind nagyon-nagyon szembetűnő ugye fékerő és a modulációkban um, különbség. Én azt mondanám, hogy fékerőben nem feltétlenül gondolom azt, hogy a, annyival erősebbek lennének a tárcsafékek országúton. Um, mivel, hogy az erőkor nagyon bent fog, viszont az, hogy hogyan épített fel a fékerőt, abban nagyon-nagyon más. Hát meg, meg a rossz időjárási körülmények között mondjuk azért más a, a történet. Hát az, az teljesen egyértelmű, hogy egyébként főleg, hogyha karbon felnén hogyan fékezel, ahhoz azért kell tudni. Bántás nélkül a legtöbb amatőrnek egyébként egy tárcsafékkel egyszerűbb lesz fékezni, lineárisabb lesz a fékgörbe, mint egy, mint egy kanti fékkel az ez komplikált. azt megtanulni, azt jól beállítani. Hát ugye arról nem beszél, hogy a hagyományos patkófékek, főleg amúgy karbonfelniről beszélünk, ugye spéci betét kell hozzá, és alapvetően a, az irtózatosan drága karbonfelnidet koptatod vele. Tehát amikor egy féktárcsa vagy fékbetét elkopik, az egy pár ezres, max. tízezres tétel kidobott kész, az egy karbonfelni siván százezeres tétel is lehet. Ezt örülök, hogy nem én mondtam, mint sváb, mert akkor megköpködhetje volna, hogy ez <há> a fukarságom miatt van, de pontosan igen. Amúgy a másik része az az, hogy egy tárcsafék egyébként sokkal igénytelenebb, hogyha így nézed. Tehát, hogy ha most nem fújsz rá túl sok kemikáliát, meg olajat, akkor azért az ugye elpörög elég sokat. Ellenben egy kanti fékkel, ott a fékpofa, főleg a magyar utakon, ahol elég sok van, azért ezt rendszeresen illik takarítani a fékpofákat, hogy ne egye meg a felnézet. Meg mondjuk, ami nem kapott túl nagy sajtóvíz hangot, csak így szakmán belül lehetett inkább hallani róla, hogy például ugye a, ugye régen nem voltak tárcsafékek, ezért az amatőrök is ugye patkófékkel fékeztek, és az amatőr, hogy fékez egy lejtőn, folyamatosan. És ugye nyilván a nyugati turistának van pénze megvenni a 10 eurós bringákat, tehát karbon lesz, és pont a Mavic volt az, aki brutálisan küzdött azzal, hogy delaminálódtak a felnének az oldalfalai, tehát akkor a hőterhelést kapott a karbonszövetszerkezet, hogy gyakorlatilag a, a gyanta kivált a karbonszövetszerkezet közül, és ugye ebből írtózatos ilyen belső gumi elrobbanások, meg, 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 ilyen, ilyen keréktörések, meg olyan, olyan esések voltak, hogy, 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 hihetetlen, csak ezért is, ezért is utáljuk a nem független sajtót, mert érdekes módon erről soha sehol nem olvastál. Pedig egész komoly probléma volt. Igen, érdekes egyébként, ugye ugyanez megtörténik a tárcsaféknél a másik oldalon, hiszen hogyha most praktikusan nézzük, egy kantifékes kereket tekinthetsz egyébként egy, hát most egy rohadt nagy tárcsának. Egy, egy, rohadt nagy tárcsának. Most azon gondolom, hogy 700 cét mondjam, vagy 29-es, vagy mit, melyik méretét, de igen, egy rohadt nagy tárcsaféknek. féknek. amíg a tárcsaféknél ugye az jobb esetben 160 mm, és hogyha ott szépen végigfékezgeted a lejtőt, és akkor utána megállsz egy lámpánál, és itt talp behúzva tartod a féket, hogy ne guruljon a mert nem akarod tartani magadat, akkor azok a jó szépen felmelegedett fékpofák elkezdik egyik irányba elhúzni a féktársat, és olyan, olyan szép görbülete lesz, mint egy Pringles chipnek, chipsnek, csak kicsit kevésbé lesz finom. Hát arról nem beszél, hogy gyakorlatilag ugye a hogyha, hogyha például nem fémes fékbetéttel készülsz az alpokba, de folyamatosan húzod a féket, ugye, mert, mert félsz lefelé, akkor olyan szépen ki tudnak üvegesedni a fékbetétek is, hogy kuka, tehát sem fogni, nem fog, nyikorogni fog, stb. Tehát nem árt, nem árt erre is figyelni. Tehát sokan azt hiszik, hogy a tárcsafék az mindenható, de nézzük meg az alpokba, amikor autóval úgy közlekednek lefelé az emberek, hogy gyakorlatilag kirakják üresbe a kocsit, és végig fékkel fékeznek, és akkor meglepődnek, hogy felforra a fékolaj. Mondjuk akkor én itt vallom be, hogy én kizárólag organikus féket raknék a bringáimra. És ez azért van, mert jó, oké. Okay. Az idei kettő esésem ellenére tudok kerékpározni, és ritkán szoktam esni, meg fékezni is tudok, de én nem bírom azt, hogyha a társaim egyébként a recsegnek, meg nyekereknek. És ugye a fémes betéteknél pont ez a rezgés, amit a tárcsafék okoz, az, az jelentősen fel van nagyítva. Igen. És azáltal az organikus ezt egy picit csillapítja. Oké, de te meg nem fogsz folyamatosan fékezni egy lejtőn, mert tudod, hogy mikor kell fékezni. Hát igen, az egy fontos szempont, hogy tárcsafékkel, tök mindegy milyen fékpofát raksz be, és itt akkor mondjuk is azt, hogy melyik jó fékpofa. Egyébként jó a Shimano is, de hogyha jót akarsz még venni, akkor Swiss Topot nézzel, ha azok még az elég jó gyártmányok. Tök mindegy lesz, hogyha nem tanulod meg, hogy hogyan kell rendesen fékezni, akkor a jó Isten adhat neked fékpofát, azt is el koptatni, meg a fékeid -e, se lesznek jók. Igen, Viktor Karácsondról kérdezte, hogy, és ez eléggé, hogy mondjam, elég egyszerű kérdésnek tűnik, hogy a másfél méter az miért másfél méter távolságtartásban? Ezt több helyen látjuk, de úgy... Fogalmam nincs. Hallani fogalmam nincs. Igen, ez egy érdekes dolog, bevallom, nekem is utána kellett néznem. Ugye úgy van a másfél méteres távolságtartás, hogy 50 km per óra fölött másfél méter, alatta egy méter de hogy hogyan is jön ki ez a matek, egy forgalmi sáv átlagosan 3 méter széles. Tehát a másfél méter az nagyjából a fele ennek a szélességnek. Hogyha a kerékpárost így azt nézzük, hogy milyen széles a kormány, hogyan terjed ki a tested, akkor az is kb. egy másfél métert ad ki, és egy autó szélessége meg ugye 2 méter, 2 méter 15, tehát hogyha összeadogatod, akkor nem fér el igazából magával a sávon belül és ezért, hogy akkor ne sávon belül legyen előzve, semmiképpen, ezért van az, hogy ugye az autósnak legyen valami támpontja arra, hogy mindenképpen menjen át a szembe lévő sávba az előzésnél, és így jön ki a másfél méter. És ezért is lenne jó, hogyha valóban lenne reszmódosítás ezzel kapcsolatban, mert ugye most a külföldi kresszel nem vagyok annyira tisztában, de a magyar kressz az egy haladó járműnek megengedi a sávon belüli előzését, amennyiben az biztonságosan megtehető. Igen, és ugye pont ez a matek a problémás, így ezáltal ugye mindenki meg fogja próbálni úgy megelőzni a kerékpárost, hogy ne kelljen várni a szembejövők szembeni lehetőségre, de ugye a második méter pont ezt mondja ki, hogy nem, nem, tud kijönni a matek, el kell hagynod a sávodat, és azt csak úgy hagyod el, hogy a biztonságban hagyod el. Úgyhogy Viktor, reméljük, hogy segítettünk neked. Jó bringázást! a következő kérdés egyik fele hozzá fog főleg tartozni. Attila kérdezi, hogy milyen az ideális pedálfordulat, illetve mi a véleményünk a lánc rotálásról. Hát igen, az ideális pedálfordulat, hogy van egy ilyen ideális, egy ilyen 90 százas ideális tartomány, amiben megvan az egy egyensúly a keringés és az izommunka között. Ugye most minél így, egyszerűbben fogalmazva, minél alacsonyabb a pedálfordulatod, annál keményebben dolgoznak az izmaid, minél magasabb, annál erősebben kell, hogy dolgozzon a keringésed, viszont az izmaidnak nem kell olyan maximális teljesítmény nyújtani. Miért fontos ez? Azért, mert tovább tudod fenntartani az adott teljesítményt, és csökkented egyébként azt a sérülés veszélyt is, amit ez a nagyobb izommunka okozna. Most nem mondjuk azt, hogy de akkor edzem az izmokat, mert nem fogsz tudni, tehát a kerékpedezés egy repetitív mozgás, hogyha meg is tudod csinálni 10-szer, 100-szor, 200-szor, a 2446. alkalommal már nem fogod tudni ugyanazt az munkát elvégezni, ezért érdemes minél magasabb pedálfordulaton bringázni, amúgy meg nyilván minél magasabb a pedál, és látod is amúgy, hogy kezdőbringások sokkal alacsonyabb pedálfordulaton bringáznak, mint amúgy haladó vagy profi bringások. És ez azért van, mert egész egyszerűen sokkal-sokkal hatékonyabb maga a mozgásuk, és gyakorlatilag nem az történik, hogy belassul a hajtások, ahogy hegyhez érnek, hanem szépen ugyanazon a magas pedálfordulatot tudnak hegyre is menni, mint ahogy hegyről le is jönnek és egyébként ezt, ezt így amatőrként hozzátehetem, hogy baromira nehéz fejleszteni. Én mikor először megvettem az első pedálforgalatmérős kilométer órámat, akkor rájöttem, hogy nagyjából 70-es körülivel tekerek. Jó, eleve szerintem a montisok mindig egy kicsit lassabb pedálfordulattal tekernek, mint az országútisok, de, de tényleg tehát a 70-ről fölmenni a 90-100-ra, tehát konkrétan országúton figyelni kellett rá, meg egy lábazni, meg egyebek, tehát hogy hogy rovat sok meló volt abban, hogy ne legyen, ne legyen irreális a nagy terhelés a 90-es pedálfordulat. Most vitatkozok, nem akarok itt veled hosszú vitát nyitni, de amúgy a montenbákosok amúgy most már nagyon magas pedálfordulaton tekernek. Igen. Na, nagy Jó. része. Igen. De, de persze. És akkor mesélj egy picit előtt a lánc rotálás művészetéről. Ez engem Hát mondhatnám, hogy bullshit, és akkor ezzel rövidre zárnám az egészet, de, de tényleg, tehát olvasom én is a fórumokon ezt a kvázi tényleg már művészetbe vitt, tehát ez a leveszem a láncot ennyinél, megfordítom, kimosom ebbe, kimosom abba, meg, meg, meg mi ez a, ez a squirt, lánc, vax, meg egyebek, de nyilván az egy tök jó cucc azoknak, akik az élversenyzők és a maradék vattokért hajtanak, de amatőr emberek főzőcskízik a láncokat, meg ilyenek. Én az elmúlt húsz évben egy valamit tartottam szem előtt, mindig lehetőleg legyen tiszta a lánc, tehát bringázás után letakarítás, akár gőzborotva, akár csak simán így rongyal le, letakarítani a felesleget róla, megfelelő láncolajat használni, tehát nem ilyen használt fáradt olaj, meg műszerolaj, meg mindenféle, nem rendes láncolajat, és igazából van egy láncnyúlásmérőm, ami pont 1000 forintba kerül egyébként a bringaboltba, és amikor a 0,75-ös már beleesett, tehát valahol 0,75 és 1 mm között volt a láncnyúlás, akkor fogtam, és eldobtam a láncot a fenébe, és felraktam egy újat. Tehát, hogy szerintem, tehát egyrészt a lánca a része az egész kerékpárnak, tehát kipróbáltam én is ezt a izét, hogy gázolajban lögybölöm, meg, meg brigéciól, meg víz, meg, meg víztaszító, meg ez, meg az, tehát egyszerűen tehát felvágnám az ereimet hosszába, ha ezt kéne csinálni. Tehát, hogy nyilván pénzbe kerül egy új lánc, tehát most, ha csak egy tízes rendszert is nézünk, tehát 5000 forint alatt azért nem kapsz épp láncot a biciklire, nyilván nem egy olcsó dolog, de basszus, ez egy ilyen sport, költenünk kell rá. Nyilván az autódon se fordítod meg a vezérműszíjat, meg nem cserélgetsz két-három szettet, hogy minél tovább bírja. Tehát vannak olyan kopó dolgok a kerékpáron, tehát a fékpofát sem reszelgeted be egyenesre, meg tehát, hogy elkopott, kicseréled és kész. Tehát én, én ennek a híve vagyok. Tehát, tehát megértem, akiknek ezzel van türelme játszani, meg tényleg művészi szintre vitték azt, hogy hány szett lánc, és feliratozva lógnak a láncok, és hogy most melyik van a biciklin, és melyikre cserélem, Nové. Nekem két dolog jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, hogy minden egyes alkalom, amikor megbontod azt egy láncot, az gyengül. Hát na jó, de ha van szerelve, akkor igaz. Tehát eleve, tehát ilyen kinyomó stifttel, meg aztán főleg nové. Tehát, hogy de ha potencemmel van szerelve, akkor szerintem ez így nem probléma egyébként a lefőrakosgatása. Akkor a másik kérdés meg az, hogy mennyi idő alatt kopik el rá egy lánc, mert Attila azt mondta, hogy ezer kilométert tud egy láncba belehajtani. Hát valószínűleg pont ezért kérdezte egyébként a pedálfordulatos kérdést is. Amikor én is 70-es pedálfordulattal tekertem, nekem is egy ezres alatt elkopott a láncom. Tehát baromira függ attól, hogy, hogy milyen pedálfordulattal és milyen fokozatokat használva tekersz annak idején a Bringa volt, volt egy vevőnk, akinek ilyen háromszor hetes hajtás volt a biciglién, csak melóba járt a biciklivel, és csak nagy tányér kónusz. Ezt az egyet használta, és mindig próbáltuk meggyőzni, hogy figyelj, tehát elnyújtottam mit tudom én ilyen 500 km alatt hátról a legkisebb lánckereket, és akkor ki kellett cserélni az egész sort, és mondták, hogy átalakítjuk inkább egysebességesre a biciklidet, tehát nincs értelme cserélgetni mindent rajta, mert, mert gyakorlatilag úgy is szétnyújtott, mert egy ilyen nagy combú csávó volt, ilyen 100 kg körüli, tehát nagyon függ a bringás súlyától is, ugye, meg a, meg a, meg a kerékpározási stílustól, hogy mennyi idő alatt kopik el egy lánc. Meg hát most nyilván az e-bike-okat ne is soroljuk ide, mert azért amikor a motor 70-80 Nm-rel rángatja, az egy tök más történet. De normál esetben szerintem, hogyha valakinek ennyire gyorsan kopik a lánca, és egyszerűen megtanul pörgetve 90 százas forlaton haladni, az már hozzá fog tenni egy 500 km-t az élettartamhoz. Meg, ami nagyon eszi az élettartamot, az a tisztaság. Tehát ha nagyon sokszor látom azt, hogy sokan csak olajozzák a láncot, semmi más nem csinálnak vele. Tehát az, az a halála a láncnak. Tehát nálam volt olyan Teszi aminek az XTR lánca gyakorlatilag egy ilyen 300 km alatt már nulla re megnyúlt. Tehát ha, ha mindig sárba mászkálsz vele, nem takarított, csak olajozod meg mindent, tehát gyakorlatilag, mint a két milyen smirgli papírok között forogna a lánc olyan. Remélem, hogy ezzel megadtuk a választ, hogy előbb a hajtástechnikán technikán meg változtatni, és inkább arra szállni egy kis időt, nem pedig arra, hogy a láncokat átcserélgeted. Szerintem hosszú távon jobbat fogsz tenni a térdeidnek is egy amúgy, mert ez a alacsony pedálfordulat nekik nem tesz túl jót. És megérkeztünk egy utolsó kérdés, ez ami egy picit érdekes dolog, megmondom őszintén, nincsen meg a hozzászólónak a neve, igazából teljesen mindegy is, ugyanis azzal volt a problémája, illetve a felvetés, hogy mi hogyan miért merészedünk privát véleményt nyilvánítani a műsorban? Igen, tehát amikor, én teljesen ki borultam ezen a kérdésen. Amikor ugye ez a podcast igazából egy journalistikai termék lenne, és nem tudom, hogy hányan keveritek össze, vagy van-e, aki összekeveri egyáltalán, de egyrészt, amikor privát véleményt formálunk, akkor arra azért felhívjuk a figyelmeteket és elmondjuk, hogy gyerekek, ez az, ez az, én privát véleményem, én is én így szeretem, mint ahogy mondtam is, hogy én szeretem a merev Országotikat, és lassan-lassan szokok Tudom, hogy lehet, hogy jobb lenne alapból a szélesebb gumi, vagy mi, de ez az én preferenciám. És nem próbáljuk meg összekeverni a tényeket és a privát véleményeket. Hogyha ez valakiben ez így csapódott volna, de akkor hát bántás nélkül azért javaslok egy szövegértési tankönyvet harmadik osztályból felcsapni. Arról nem beszélve, hogyha ha ő nagy, nagy, közönség elé szánt véleménynél csak a teljesen steril dolgot fogadja el, akkor javasolnám az mti.hu beállítását kezdőlapnak, mert tehát most tök mindegy, hogy autótesztet nézünk, vagy telefont, vagy motort, vagy akármit, tehát minden valamennyire szubjektív, hiszen, hiszen az adott tesztelőnek, az adott, adott youtubernek a véleményét tükrözi, és igazából tehát ezért nem is értettem a dolgot. Tehát most akkor az előző hozzászólásban nem mondjam azt a sásznak, hogy szerintem így vagy úgy kéne a lánccal foglalkozni. Tehát, hogy most akkor, akkor minek csinálnánk a podcastet, ha nem mondanánk el az elmúlt, mit tudom én, 15-20-25 év tapasztalatából adódó dolgokat. Tehát nonsens. mindig lesznek. Hogyha hogy volt a Mónika show hogy ez a harc nem ér véget. Emberek beszállnak, emberek kilépnek. Apáról a fiúra száll. Móni, ideg állapotom van. Igen, ideg állapotba kerültem én is hirtelen, amikor válaszolni kellett ilyen hülyeségre. Pedig, pedig tényleg, tehát én, én tökre szeretek válaszolni a, a kérdésekre, amikor jönnek, mert azért szerencsére tényleg, ahogy mondtam is az elején, tehát az esetek 99%-ában építő jellegű kritika jön, meg, meg kérdések jönnek, és most is volt például gyerekbringa kérdéssel kapcsolatban, hogy 26-os kerekű, junior bringát, hol talál egyebek, kigugliztam, megnéztem, belinkeltem, stb. Tehát, tehát tényleg, ahol látom, hogy van értelme időt tölteni a dolog alatt, tök szívesen elveszek az életem szabad idejéből, és megválaszolom, mert, mert legalább mindenkinek tudunk segíteni, aki kérdez, de, de, hogy is szokták mondani, hogy van egy szint, ami alá nem megyünk, vagy nem is tudom. Van egy szint, ami alá csak isszuk magunkat. Igen, igen, igen. <laughs> Ennek fényében, srácok, hogyha lenne olyan kérdés, ami a lelketeket nyomná. Esetleg Tamás atya és Béla Rabbinak a tanácsaira lenne szükségetek a nyugodtan küldjétek át vagy Facebookon, vagy e-mailben. Nagyon szívesen válaszolunk akár műsorban, vagy egyébként írásban, dalban, levélben. Mindenesetre nagyon köszönjük az eddig 50 résznyi hűséget a következő 50-re. És akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!